A Bagosi Brothers Company adott koncertet nemrég Siklóson a városállapítás 45. évfordulójának alkalmából. Az erdélyi magyar zenekar az egyik kiemelt fellépő volt a rendezvényen. A fiúk örülnek, hogy újra itt lehetnek, és újra szabad téren játszhatnak. Most már olyan, mintha elkezdődött volna a fesztivál szezon. Ha bár még hideg van, és kabátos idő egy picit, de szerintem annyira bulis hangulat lesz, hogy senki nem fog fázni, és mindenkinek a keze magasba lesz. Hát nagyon várjuk már. Poénkodtunk egyébként, hogy valószínűleg a világtörténelemben most van először olyan zenekar itt Siklóson, aki egyébként Dubájból érkezett, ugyanis 3 nappal ezelőtt tértünk haza egy fellépésről, a Magyar Expo, vagyis az Expo voltunk kint, és ez ilyen vicces igazából, hogy ez egy ilyen egyedi alkalom, ha úgy tetszik. Különleges volt valóban, az Expo területe is egy élmény, azt a sok különleges pavilont meglátogatni, illetve megnéztük természetesen a sivatagot, meg a kötelező felhőkarcolókat is, este meg napközben is. De itthon jobb játszani azért, mert itthon van közönség, nagyobb közönség, ismernek, és az a lényeg igazából. Nagyon-nagyon jó volt, alapvetően tök izgi volt, hogy olyan embereknek játszottunk, akik... vagy nem csak olyan embereknek játszottuk, akik értik a szövegeinket, és úgy gondolom, hogy a zenekarunk alapvetően szövegcentrikus zenekar, és ők is bulisztak, szerették, befogadták a zenét, és tetszett nekik, és nagyon jó élmény volt látni a mindenféle kultúrát egy helyen, magas felhőkarcolókat és a sivatagba terepjárózni a dűnéken. A koronavírus miatti korlátozások nagy részét már feloldották. Ennek a Bagosi Brothers Company tagjai is örülnek, hiszen az eddigi koncerteket szigorú szabályok mentén tarthatták meg. Nagyon jó, hogy újra végre rendes ilyen bulis koncerteket tudunk adni, fesztivál hangulat lesz újra lassan mindenki. Szerintem ugye 2 éve nem volt most már erre lehetőségünk. Ilyen-olyan formában meg lehetett oldani mindenféle koncertet, meg egyre inkább lazulnak a dolgok, de talán ez az év lesz az, amikor igazán újra fel lehet venni azt a szagot, ami a Covid előtt volt fel lehető, és nagyon örülünk, hogy végre itt tartunk, és a úrok közé csaphatunk rendesen. A siklósi fellépésen egy viszonylag új műsort hallhatott a közönség. Elhoztuk azt a repertoárt, amelyet eddig, ha jól emlékszem, csak 2-3-szor játszottunk el, ugyanis az A38-as hajóra raktuk össze azt a repertoárt, amivel az idei évet szeretnénk majd végigjárni, vagy hát annak a gerincét, és kíváncsian vagyunk, hogy az ország különböző részein hogyan fogadja a közönség azt a sorrendet, amit felállítottunk. Az együttes több újdonsággal is készül az idei évben, ám ez mind meglepetés. Nagyon sok mindenféle izgi dologgal készülünk idénre, ebből nagyon semmit nem árulnék el, azon kívül, hogy készítünk új dalokat, új videóklippeken dolgozunk, vannak új projektjeink, amik előbb-utóbb majd napvilágot látnak. Addig is csak igazi, szokásos, jó hangulatú, hangos Bagosi Rock and Roll koncertet szeretnénk adni ma este a közösségnek. A zenekar egyébként már korábban is játszott Siklóson, szeretik a helyi közönséget, és jó szívvel jönnek vissza a Baranyai városba. Ha jól emlékszem, 2020-ban játszottunk a várban, és nagyon szerettük egyébként, mert önbarátságos a helyszín, és egyedi is egy vár területén játszani. Mi amúgy is szeretünk különleges helyszíneken játszani, és ugyanez az emlékünk maradt meg Siklósról, és most kíváncsiak vagyunk, hogy nagyobb területen, nagyobb téren hogyan fogadja majd a közönség a műsorunkat. Ha jól emlékszem, akkor az 500 fő alatti koncerteket tehát az 500 fő alatti koncertekbe került bele Siklós is, mint helyszín, a siklósi vár is, és nagyon jó érzés volt, főleg abban az időszakban zenélni és tartani a kapcsolatot a rajongóinkkal. Nagyon szerethető, tomboló, kitartó és családias, ha bár 500 fő az nem tudom mennyire családias, de számunkra mindenképp az. Nagyon jó részük magunkat is, jó hangulat volt, és nagyon jó újra itt lenni.